Sziasztok, a mai videóban megint készültünk egy Lego Minecraft, hát ez ilyen barlang, vagy egy domb, és belástak egy ilyen barlangot, és lesz benne kettő csonti, és lesz benne Alex, meg Steven, ott van egy olyan boci, nem is tudom most írta a nevét, az olyan sárga boci most, hát tudom mi az, csak nem tudom most írta a nevét. Azt mondjuk el, hogy ez egy Minecraft barlang. És 8 pluszos. Igen, az a címe, hogy Lego Minecraft The First Adventure, az első kaland, 21-169-es készlet 8 éves kortól. És te meg is nézted, hogy hány darabos ez a... 542. Oliver szerint 542 darabos, és összesen hány minifigura van benne? Van benne! Kettő ilyen félmerők csontik, meg kettő... Hát inkább mondjuk félnek, és hát három figura. Meg... Három figura, ugye? Meg valahogy halott macska, bika, vagy hogy hívják? Kos, meg egy... Boci, igen. Nem boci a neve, csak most nem tudom a nevét. Igen, de azt mondja Oliver, hogy tejet ad, és amikor... Nem biztos, mert ilyen bocival mióta találkoztam, hát olyan, hát egy éve. De az mondják, hogy ha... Nagyon régen találkoztam, de nem biztos, csak tippelek, mert ilyen bocival még egyáltalán nem találkoztam Minecraft, úgyhogy nem tudom, csak tippelt, mert másik boci nem volt tejet, úgyhogy nem tudom. És azt is csak tippelted, hogyha megölik, akkor virág lesz belőle, vagy az igaz? Azt csak játszottuk. Ja, azt hittem, hogy az igaz. Nem. De, hogy... Vagy van, ja, az igaz. Igaz? Vagy nem tudom most. Ilyen bocival még soha nem találkoztam, az a lényeg. Meg ilyen macskával se találkoztam Minecraftban, ugye? Igen. És ez egy ilyen... Lehet azért, mert én ritkán járok barlangban. Igen, ez egy ilyen többszintes barlang. Itt van ez alsó szint, itt van egy ilyen középső, és természetesen fönt van a zöld dombtetőfával, meg mindennel. És nagyon különleges, mert ez ilyen álló doboz. A Legónál nem igazán találkoztunk még ilyen álló dobozzal, bár Oliver azt mondta az előbb, hogy azért akad ilyen álló dobozos megoldás. Na, ez a Minecraft nagyon tetszik. Csak annyit akartam mondani. Ja, igen, itt megmutatta Oliver az oldalát. És akkor a hátulján láthatjuk a szokásos játék funkciókat, hogy mit is lehet ezzel a készlettel játszani. Most nem lőjük le még a poént. És amúgy kép 21.000 forint volt. Igen, az itteni játékból. A régióban, Szombathely régióban. És itt vannak Diet Cat, ez gondolom a halott macska, akkor a Kos, Csontváz, Alex, Steve és Mo Bloom. Hát én azt nem tudom, hogy Mo Bloom az... Mo Bloomnak hívják. Valami virág boci. Lehet, de én se találkoztam még. Én sem. Még vele, szóval... Hát gondolom azért nem találkoztam. De az biztos, hogy nem mob, ugye? Szerintem azért nem találkoztál vele, mert te még életedben Minecraftoztál. Dehogy is nem, hát építettem veled is, tudod. Hamburgerházat, meg mindent. Full complete, meg pizzát. Aha. A mobok, azok a szörnyek a Minecraftban. Ő például egy mob, a Csontváz, a Skeleton, és nem, én nem tudom, de gondolom ez a halott macska is valami. Hát ilyen nem, én nem találkoztam. Amúgy kép én néz ki a halott macskonyját, így. Igen, itt van ez a halott macska. Már három készlet, négy készletem van, ugye? Minecraft készlet. Igen. Egy kicsi, a kicsi van. Meg is mutathatjuk még a könyvet is először, hogy hány oldalas volt az útmutató. Hoppá! Hát, itt az, hogy nálunk összedől az univerzum. Összeizél itt az univerzum. Nem, csak itt az alja kijött, és nem volt... Jól visszatérve. Látjuk a Lego logót, meg a Minecraft logót. Itt van ugye az egész készlet. Igen, itt bemutatják a készletet. Jó, és kettő
21169. Igen, az a készlet. Itt van egy ilyen kis legóírás, vagy nem legóírás, egy kis legó megmutatja, hogy az első zacskóba ennyit leképítél, kettő zacskóba ennyit, három zacskóba ennyit, és az utolsó zacskóba a negyedikből ennyit. Itt van Alex, amiből Máka most van három, és látjuk, hogy van benne egy kard, és barna... A kezében van egy kard, és barna a nadrágja? Igen, és azt szerintem lány, mert hosszú a jó van, nem? Vagy Alex az lány. Szerintem ő lány. Itt van a kocsi, és a kocs mindig elfelejtem. És akkor itt hosszú oldalakon keresztül építi az épületet. Mennyi időbe telt? Egy 2-3 óra? 3 óra. Volt mire? Hát Oliver még januárban lesz 8, úgyhogy neki 3 óra volt, egy kicsi szünetet is tartott. Ettem, ugye? Igen, ebédelt is. Itt van a szokásos lista, hogy milyen elemek vannak benne. Jó, és úgy kép, ez már csak itt mutatja, hogy mit lehet csinálni. Itt már csak a játékfunkciókat mutatja be. A játékfunkciókat nem veszük bele. 90 oldal, 108 oldal, a bikával, a emberrel, ha nem veszük be, csak 90 oldal. Igen. És akkor ennyi a kis füzet hozzá, illetve nem is volt olyan kicsi. Na, és akkor Oliver megmutatja, hogy itt mi van. Szerintem kezdjük felülről, nem gondolod? Jó. Itt van a felső szint. Látjuk hogy hívják? Slimpy? Wimpy Steve. Wimpy Steve-et látjuk épp a barkács dobozával. Barkács dobozával barkácsol. Meg is mutatom. Ha itt rámutatsz, akkor tudom mutatni a kamerának. Csak Wimpy Steve-et is. Ó, és le is esett. Hát ez... Igen. Wimpy Steve-nek szentséréje még maradt egy élet. Szóval... Mindjárt meg rámutat Oliver a barkács dobozra, ide jött Wimpy Steve, és nyugodtan ide a barkács doboz mellé, itt szokott ő barkácsolni. Itt az a barkács doboz. Igen. És megmutatom, nézzétek, ez a sütő. Mondom, ha ide ráteszed, itt meg tudom mutatni. Itt. Ott a sütő, így ha... Annyit elmondhatok, hogy a kezdő Minecraftosoknak mit kell a legjobban tudnia. Na persze, elmondhatod, hogy ez mire való ez a sütő. Elmondom még annyit közben, hogy annyit kell tudni a Minecraft, hogy ha elkezdesz tenni, csinálni kell egy kardot, és megkölni zombikat, utána még elősebb kardot, még elősebb kardot, és a végén építesz egy birodalmat, és már vagy pedig elbújsz a sötétben. Hát, vagy elbújsz a házban. Inkább az nem, az én inkább a, hogy ezt a, nem a házba bújást választanám. Nem a házba bújást? Na, és mire való az a parkácsasztal? Az a barkácsasztal barkácsolni lehet, ha itt lehet többet, meg is mutatná, hogy lehet, de sajnos nincs. De az ének, hogy lehet barkácsolni, hogy belemész, van három kocka, van például... Megnyílik egy ilyen ablak a Minecraftban. Igen, van például... van például falapátod, és nem tudom most pontosan mennyi, de van még ilyen földblokk, mint ez, és akkor abból lehet építeni valamit, mindig mutatja. Abból hajót lehet építeni. Igen, mindig mutatja, hogy mit lehet éppen a nyersanyagokból, amit sikerült beszerezni, abból építeni. Igen. A másik oldalán pedig itt van ez a virágzó boci, amiről ugye nem tudjuk, hogy kicsoda, micsoda. Van itt egy virágzó rét is, és az első játék funkciót megpróbáljuk megmutatni óvatosan Olival. Aki ismeri a Minecraftot, az tudja, hogy hát elég veszélyes hely tud lenni,
És például az ilyen kockákra, ami mi csoda, Oli? Homok. Homok, nem szabad rámenni, ugyanis, várj, itt kell kihúzni, tudod, itt hátul. Kihúzod te? Ugyanis, ha ilyen kockára megyünk rá, akkor beszakad a homok, ez egy ilyen futó homokszerű. Igen, csak a futó homokba elsüllyedsz. Nem, itt meg is mutatjuk, hogy itt van egy ilyen kihúzó, ha Oliver visszateszi, még egyszer kirántjuk, és akkor leesnek a kockák. Ó, ez nagyon kockás is volt. Igen, és most szegény Wimpy Steve beesett a bányába, ahol bányába? Barlangba, ahol amúgy nagyon sötét van. A szerencsésebb akkor ide egy szintet esett. Már csak egy élete maradt, és nézzétek. Itt jön a... Cica, de elmenekül előle. És hol az aranyalma? Azt nem hoztuk magunkat. Ebbe talán nem is volt aranyalma. Ja, csak azt a másik készet volt. Igen, és itt az alsóbb szinten itt van a barátja. Hogy hívják? Alex. Alex, aki éppen egy ilyen... Végül is bánya is, mert egy ilyen bánya kocsiban ül éppen. Én mindig Alex-szal szoktam Minecraft változni, és képzeljétek el, már van egy ilyen játék, és hú, nagyon jól haladok benne, van már egy pánc, páncélod? Igen, és a fejemre, meg a testemre, meg a lábamra is oda lehet rakni. Pajzs? Igen, pajzs is van, meg egy kard. És ahogy megyünk le a sötétbe, mindenféle mobok támadnak a játékosra. Nappal ezek a mobok nem jönnek elő, de éjszaka igen, meg de, a sötét meg, bányákban igen. is vannak. És akkor itt találkozunk a következő játék funkcióval, ami nem más, mint tudjátok, a sok filmben van, hogy mennek ezen a kis kocsin, nem jut eszembe most a neve, na mindegy, és akkor hirtelen a sín az, vagy előtűnik egy ilyen rossz sínszakasz, vagy pedig hirtelen, mi történik? Hé, Steven, megyek és... Igen, itt rossz volt a sín. Ez még a csak szennyit, és ezt nagyon szeretem én. De akár így is lett. Igen, ha csak így, így lenne, akkor mi történne? Hát ott elfogy a sín. Ide ül fel, és akkor föláll ide. De még mielőtt felfutna a sínre, már le is pottyanna. Ez nagyon tetszik, az a sínes megoldás. És akkor oda megy. Ó, szerencsére meg 5 élete maradt. És így leesik, ezzel lehet így... Hoppá, leesett az is. Vacakbánya. Fölemelni a sén. Mondja Alex, hogy vacakbánya. Igen. És akkor... Itt gyakorlatilag ezen a szinten már nincs semmiféle játékfunkció. Vagy ha ezt még ide vesszük, ez micsoda, Oliver? Hát, ez egy folyó. És... Egy ilyen föld alatti vízesés, vagy folyó, és ezzel, hogyha beleugranak, akkor le tudnak csúszni. Pont oda a kezemet. Igen, ez amúgy így úgy működik, hogy itt feljön a figura, és akkor egy ilyen mozdulattal le tud csúszni a vízesésen. És akkor az alsó szinten vannak ilyen gombák, mi ide raktuk a kost, aki valószínűleg egyszer valamikor beesett ide, és azóta is itt kering. Alex, hol vagy Alex? És itt meg is mutatjuk a következő játék funkciót. Steven elkezdi ki... Várj egy picit. Vigyázz a kezedet? Csak be akarom rakni, hogy...
Jó, csak nem látják itt pont a kezettől. Kiásom a kincset. Igen. És így kifolyik a láva. Na most mindenképpen Oliver akarta csinálni, csak kezétől nem biztos, hogy mindenki látta. Amikor így kiássa. Várj egy picit, csak azért én csinálom most, mert ha ide teszed a kezed, akkor nem látják, tudod? Nézzétek! Igen, és Steve-et se szabad olyan közel tenni hozzá. Na szóval, itt ás éppen, és így kifolyik a láva. Ez olyan sok játékfunkció van, mint a várban, legóvárban. Igen, így ki is lehet lőni. Elágám volt belőle. Na, kilőheted. Jó, ez most nagyon kijött, és ugye itt kifolyt a lába. Nekem tetszik, hogy ilyen szépen megcsinálták, hogy látsz, hogy ott tényleg kifolyt. Kifolyik a lába, ugye? És még van egy játékfunkció ezen a részen, amit Oliver meg tud nektek mutatni. De ezek annyira nem tetszett, az nagyon rossz volt, hogy ilyen szűk. Opa. Nem lehetett messzi elmenni. Hát, majd mindjárt megmutatjuk, hogy mire gondoltunk. Hoppá, én is lököm itt a kamerát. Kell hozzá a kis kocsi. És ott hátul oda tudsz nyúlni? Úgy. Na, ez nem tetszett ebben. Látjátok? Kicsit erősebben lőd meg. Úgy. Hát ennyi, egy kicsit így meg lehet lőni a kocsit. Ja, ezt nagyon rosszul dolták meg, hogy ez mindig lássik. Oda akadtak valamit, hogy ne essen le. Legalább egy madzagot. Igen, úgyhogy kb. Így néz ki ez az alsó szint. Többet nem is nagyon tudunk elmondani róla. 1, 2, 3, 4, 5 játékfunkció van. 5 játékfunkció? 1, 2, 3, 4, 5. Igen, 5. 5 játékfunkció van, azt mondja Oliver. És hát ennek, vagy éppen ezért nagyon-nagyon jó játék. Már nem is tudom mennyit, egy órát már játszottunk vele. Nem, legalább másfél órát. Vagy 80 percet biztos. Jaj, hoppá, kilőttem én is. Úgyhogy elég jó, meg nekünk vannak még ilyen Minecraft készleteink, azokat is hozzátettük. A régebbit is be akartunk mutatni, hát de csak... Valahol meg kell keresni még a darabjait. Nézzétek, például. Erre mit mondtok, ez már nem is Lego, hanem olyan, mintha ide jött volna egy krep, és felrobbantotta volna, nem? Igen, ez egy ilyen koponya volt. Megvannak a darabjai, mert ami így elvesznek darabok, azokat egy dobozban gyűjtjük, csak ki kell válogatni, és akkor újra össze lehet rakni. Tehát van egy pár ilyen Minecraft, de ez a legnagyobb Minecraft készlet. Mondom, egyszer meg van kettő dobos, mindegy, legalább a zombi egy kicsit bement a vízesésbe, legalább megfürdött. Igen. Hát ennyi lett volna ez a videó, köszönjük, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor lájkoltok és iratkozzatok fel. És a Facebookon Oli Meséi néven megtaláltok minket, hogyha szeretnétek, oda kommentelhettek, megírhatjátok, hogy milyen játékbemutatókat, vagy milyen videókat szeretnétek. Ha van esetleg kedvenc játékotok, mondjuk főleg fiús, de hogyha valami lányosat is szeretnétek, akkor esetleg megpróbáljuk bemutatni, de inkább a fiúsokat preferáljuk, igen, Oli. Hát én nem szeretem annyira az ilyen Barbie babákat. Hát Barbie babát annyira nem. Igen, én sem voltam annyira Barbie babás úgy kiskoromban, de hogyha van olyan játék, ami fiús is, lányos is, és szeretnétek ez róla. Ez az Alex például lány szerintem, mert hosszú a haja. Igen. Vagy bármi ötletetek, hogyha van a csatornával kapcsolatban, akkor nyugodtan írjatok. Köszönjük még egyszer, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor egykortok is jelentkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!